Sziasztok, ez itt a videósok, akiket nézned kéne a harmadik része, és a mai videóban olyan videósokról fogunk beszélni. Ha most elengedi a lányomat, már is végeztünk. Nem fogom keresni. Nem üldözöm magát. De ha nem, meg fogom keresni. Meg fogom találni. És meg fogom ölni. Tudtam, hogy nem kellett volna letöltenem a telefonomra az elrabolvát. És a mai videóban... Kihívogat megint? Oh! Mr. Blue Sky? Kérem, dobja fel a hangulatot! Amikor először találkoztam Nimrodnak a csatornájával, akkor még nem nagyon találkoztam animációs csatornával, és azt gondoltam az Abnormális Manók című sorozatáról, hogy hú, de ronda ez az animáció. A csatorna még nagyon kezdetleges volt, csak 59 feliratkozó volt rajta, és nem volt túl sok videó. Viszont tetszett, hogy végre nem csak undanítól látok animációs sorozatot, és úgy láttam, hogy fejlődhet a csatorna. Ezért hát feliratkoztam. És nem bántam meg. Valahogy a csatorna videóról videóra egyre minőségibb lett. Ez még az Index képeken is látszik, és már teljesen releváns animációkat készít. Sőt, még azt is megkockáztatnám, hogy az egyik videóját még rajzfilmként is le lehetne adni a tévében. Ez pedig ígéretes annak szempontjából, hogy Nimrod további sorozatokat is tervez, miután befejezte az Abnormális Manókat, ami biztosan teljesen más lesz ezzel az animációval. Minden esetre a animációk csatornára érdemes feliratkozni, mert ez a csatorna még biztos sokat fog fejlődni. Nimrodnak jelenleg 300 feliratkozója van, de szerintem ezzel az animációval megérdemeli az 5000 vagy akár 10.000 feliratkozót is. Úgyhogy nézzünk is meg egy részletet az egyik videójából. Ahó, van itt még valaki? Okay, szóval egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Nimrod nevezetű élőlény, aki én vagyok, és elindítottam 3 évvel ezelőtt a csatornámat a YouTube-on. A részletekbe most nem menjünk bele, a lényeg az, hogy egyszer 3 éves lett a csatorna. Így készítettem egy külön kiadást, és azóta eltett 3 hónap videó nélkül, ami alatt 8-os lettem, ami azt jelenti, hogy készülik el a felvételire orvérzésig. Ja, ez lenne a tömör magyarázkodós része a videónak. Nos, én nem úgy találtam rá Ungutani csatornájára, mint a legtöbben, amikor a Podcast csapata megosztotta egyik videóját a Facebookon. Akkor rengetegen iratkoztak fel rá, de én viszonylag hamarabb ismertem meg. 2016 márciusában. Akkor még alig volt 1000 feliratkozója, és nagyon ritkán voltak új videók. Majd később Dani elkezdett ilyen sztorizgatós videókat készíteni, amik rendkívül sikeresek lettek, és így egyre több videó került fel a csatornára. Ungutani egyik legfőbb és leghíresebb sorozata a Hülye Gyerekek. A sorozat eddig 3 évadot élt meg, a nyáron pedig kijött a 4. évadból 3 rész, és az a fejlődés, ami ebben a sorozatban van, az valami elképesztő. Míg az első részben zavarba ejtően rossz, addig a 3. évadban hollywoodi filmeket megszégyenítő jelenetek vannak, sőt, még részek is. Mert most nézzétek meg, rajzfilm figurák a valóságban. Ki gondolna erre? A Mitra egy Jimmy koponyája készítőin kívül. A 3. rész pedig valami zseniális lett. A több szállam futó történet nem rontott a sztorint, sőt pont ezt tette jobbá. A karakterek pont elég időt kapnak, a dialógusok, a konfliktusok és a poénok lekötik az ember figyelmét, a mondani való pedig üt. Remek görbetükröt mutat a megfelelni akarásról. A rész egyébként is arról szól, hogy Pazsiék egy városi kinevezést akarnak szerezni Új Szivafalvának, ami valljuk be, alapból hülyeség, de amikor az igazgatóval előtt beszélgetnek, leesik, hogy milyen abszurd is ez a szituáció, hogy mennyi mindenért elmennek ezért a kis jelentéktelen dologért, és ez nem mutatja be, hogy milyen jelentéktelen dolgokkal tudunk megsértődni, és ezt pedig ki is mondja. Mert hé, hogyha nem igaz rád, amiért csúfolnak, akkor miért sértősz meg? Azért, mert elhiszed. És pont ezért nem kell ilyen dolgokkal foglalkozni. Csak azokkal, akik azért mondják, hogy fejlődj. Ungdeninak jelenleg 30.000 feliratkozója van, de ezzel a történettel és mondani valóval szerintem megérdemelni a 100.000 feliratkozót. Úgyhogy nézzünk meg is egy részletet Ungdeni egyik videójából. A rohadt életbe. Olyan közel voltunk, de tényleg. És most tessék, itt ülünk az igazgató előtt. Gratulálok, Erik, ezt is elérted. És így most Boti sosem fogja megszerezni az érettségit. Te pedig igazán mondhatnál végre valamit. Mit mondjak? Akkor nem szerzi meg. Boom. Ennyi. End of story.
Elhiszem, hogy nektek Bazsival olyan rohadt fontos ez a város cím, de mi így tökéletesen boldogok vagyunk, érted? Mármint, fene akar holmi városban élni, ha élhet új Sziafalván. Miért akarod annyira ezt a fostos címet, mondd meg? Kinek akarod mutogatni? A többi városnak? A fontos ismerőseidnek? Embereknek, akiknek megvan rólad a véleményük? Mert akkor tényleg csak gratulálni tudok, amiért csak a barátaidat tojott keresztbe. A következő videósunk Karnor. Ő egy elég kokok tojás a listám, mert a videósok, akiket néznek kéne, alapvetően kevés feledkozós csatornákról szól, de ez az animációs csatorna olyan kivételesen jó animációkat készít, hogy nem akartam kihagyni. De tényleg komolyan, nézzétek meg azt az igényes animációt, amit ő készít. Az egyetlen hátrány, hogy nagyon ritkán tesz fel videókat, de szerintem ettől függetlenül megéri követni, és ahhoz képest, hogy milyen minőségi animációkat készít, szerintem kevés feliratkozója van. Szerintem az ilyen csatornák érdemelnék meg a 200 ezer feliratkozót. Úgyhogy nézzünk meg is egy részletet az egyik videójából. Hé, hey, honnan folyik a víz? Milyen víz? Tényleg, el van zárva a csap? Aha. Srácok, mit csináltok? Semmit, talán ő csak folyik a víz. Micsoda? Honnan? A csapból. Már csak 30 év a nyugdíjig. Miközben el van zárva amúgy, és nem is pontosan a csapból, hanem az oldalából folyik. Úgy tűnt valami nagyon elromlott, mert ömlött a víz a doboz oldalában, és nem tudtunk mit csinálni vele. Akkor ebbe hirtelen nem gondoltam bele, de amúgy, ha hagytuk volna a vizet pár napig folyni, akkor a suli földszintje egy tök menő medencévé alakult volna. Mindeközben én szép lassan elkezdtem elsunnyogni. Valaki látta, hogy mi történt? Karno piszkálta a csapot. Csodában. A következő videósunk az, aki a legjobban beleillik ebbe a listába. A TMB Channelnek csupán 11 ezer feliratkozója van, mégis annyira minőségi animációkat készít, hogy az elképesztő. És nem csak az animáció néz ki jól, és jól megvágottnak, hanem még a stílus is nagyon jó. Nem csak a poénokon nevetek jót, de a videókban általában van egyfajta üzenet is, és bár nem fogjátok megtanulni belőle, hogy mi az élet értelme, de ettől ezek még nagyon tartalmas videók. Ő volt az a csatorna, ahol nagyon sajnáltam, hogy kevés feliratkozója van, és nem győzem hangsúlyozni, hogy iratkozzatok fel a csatornájára, mert jól fogtok szórakozni. Bár ő sem készít sűrűn videókat, de az animációs csatornáknál ez szerintem annyira nem elvárható. A TMB Channelnek 11 ezer feliratkozója van, de ezzel az animációval szerintem megérdemelni a 150 ezer feliratkozót. Pár nappal ezelőtt hazajött az egyik barátom Svájcból, ahonnét rengeteg csokoládét hozott ajándékba. Ennek az lett a végeredménye, hogy megszegtem az egyik újévi fogadalmamat, miszerint 2017-ben nem eszek édességet. Ennek apropójából összegyűjtöttem azokat a klasszikus újévi fogadalmakat, melyeket minden egyes évben megfogadunk, majd legkésőbb január végére keresünk valami kiskaput, amivel kibújhatunk az eskünk alól. Na szóval, az első klasszikus újévi fogadalom az idén még csak rá sem nézek a piára, ami szép és jó, de végül is könnyen kipújhatunk alóla, hisz bekötött szemmel is le lehet húzni azt a pohárka viszkit, nem muszáj ránézni. Ennek a fogadalomnak van egy másik megközelítése is, amikor emberünk csak azt fogadja meg, hogy vezetés előtt nem iszik alkoholt. Mondjuk ez egy baromság, ki az a hülye, aki vezetés előtt iszik, nem? Főleg akkor, ha megfogadta, ebben az esetben vezetés közben igyon, és akkor a fogadalmát sem bukja el. Nos, én köszönöm, ha meghallgatotok, néhány dolgot meg kell említenem a videó vége előtt. Bár én tök átlagosnak tartottam a rendvideóikat, a Your Choice néhány hónapja elkezdett egy sorozatot, amit szeretném, hogyha követnétek és vagy visszanéznétek a régi részeket. Ebben a sorozatban is olyan videósokat mutatnak be, akiknek kevés feliratkozójuk van és jó videósok. Az én sorozatomnál már sokkal jobb videósokat is bemutattak a sorozatokban, és szeretném, hogyha minél több ember megismerni ezeket a videósokat. Úgyhogy a videó végén lesz egy link a csatornájukhoz és a sorozathoz. Úgyhogy remélem megnézitek majd. A másik, amit akartam mondani, hogy bár benne lesz egy videós, akiket nézned kéne részben, nem akartam tovább várni azzal, hogy elmondjam, hogy iratkozzatok fel a Tanulom Magam csatornára. Évek óta vártam egy olyan csatornára, ahol annyira tényleg hasznos, jó üzenetek vannak, mint azon a csatornán, és végre eljött. Ott is videói így tökéletesen bemutatják azt, amit én ezzel a csatornával akarok elérni, amilyen üzeneteket akarok közvetíteni, és ahogy nézem a videói, csak bólogatok és bólogatok, hogy igen, ez így van, és hogy ilyen üzeneteket érdemes közvetíteni, és hogy
én is ilyen üzeneteket akarok közvetíteni a videóimban. És hogy végre valaki kimondja ezeket a dolgokat. Szóval azt is szeretném, hogy azokra a videóra is ránézzétek, hogyha nem ismernétek. Mert higgyétek el, érdemes. Még azt is megkockáztatnám, hogy meg fogja változtatni az életeteket. Nos, elég volt a szócséplésből. Én köszönöm, hogy meghallgattatok. Remélem tetszett a videó. Sziasztok!